A 11. Agriapipe Kupa nemzetközi utánpótlás teremlabdarúgó torna második hétvégéje egri szempontból jóval eredményesebb volt, mint az előző. A 2006-os születésűeknél az Egerese együttese a harmadik helyen végzett. A 2008-as korosztály küzdelmeiben a Plutóese Eger egészen a döntőig menetelt, ahol a kecskeméti híres ép várt Gyenes Istvánékra. A Bács-Kiskun megyeiek rögtön az első támadásból megszerezték a vezetést Nagy Ákos révén, majd nem sokkal később Tóth Félix is betalált. Több ígéretes próbálkozása is volt a kékmezes egrieknek, de nem sikerült fordítani. Ezüstérmes lett a Plutó 2008-as születésűekből álló csapata. A 2010-eseknél két egri együttes is bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben egymás ellen játszott a Plutó és az Egerese. Előbbi csapat 0-0 után büntetőkkel 2-1-re nyerte a párharcot, így a Plutó az aranyért, míg az Ese a bronzért játszott a továbbiakban. Mindkét együttes sikerrel vívta meg az érem mérkőzését. Az Ese 1-0-ra győzött a kiskörös, a döntős Plutó pedig 3-1-re a Szováta ellen. A névadó szponzor képviseletében Lőrinc András most is megtekintette a mérkőzéseket, aki 25 éve, az Agriapipe révén pedig 11 éve segíti Csuhai József és az Egri Focisuli szervezői munkáját. Néha a legváratlanabb helyről jönnek a visszajelzések. Nagyon jól esett az, hogy a Dunántúlon volt egy tárgyalás, egy munkával kapcsolatban, és amikor kiderült, hogy Agriapipe, akkor hoppá, Agriapipe? Hát mondom, igen, az a torna, igen, az a torna. Hát az én gyerekem is ott volt, és részt vett rajta is, és nagyon jól éreztük magunkat. Ez jól esett. A két hétvége összesített egri mérlege a Plutó és az Egerese jóvoltából. 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérem.